Sziasztok! Ez csak egy gyors, rövid videó lesz. És arról fogunk beszélni, hogy mi is az a skálázódó gazdaság, azaz economies of scale. Ugye ezt sokszor mondják arra, hogy különböző cégek, amikor a piaci ciklus legelején járnak, akkor nagyon nehezükre esik az, hogy versengjenek a náluknál nagyobb versenytársakkal. Főleg náluknál nagyobb bevétel szempontjából nagyobb versenytársakkal. És ez azért történik, mert gondoljuk bele, hogy ha te valamit elő szeretnél állítani, például gyártásban dolgozol, vagy mit tudom én, van egy pékséged van, és mondjuk a kenyér az a termék, amit te előállítasz, akkor is, hogyha csak egyetlen egy kenyeret szeretnél sütni, vagy egyetlen egy kenyeret szeretnél eladni, ahhoz szükséged van egy kemencéhez, szükséged van egy dagasztóasztalhoz, nem tudom, még nem vagyok pék, úgyhogy még egy csomó, valószínűleg egy csomó más eszközre is szükséged van, és akkor meg tudod sütni azt a kenyeret, és akkor utána el tudod adni, de ahhoz, hogy eladjad, szükséged van mondjuk egy kis teherautóra, amit mindenképpen hiába egy kenyeret pakolsz bele, vagy 100 kenyeret pakolsz bele, mindenképpen a legelején szükséges megvenned. És akkor, hát persze itt van egy ilyen szürke zóna, hogy valójában a kis cégeknél mekkora az az arány, amit mondjuk személyes vagyomból tudunk keresztfinanszírozni. Például ugye nem biztos, hogy szükséges megvenni a furgont addig, amíg például csak 10 kenyeret adsz el, vagy bocsátasz a piacra naponta. Sőt, nem biztos, hogy szükséges megvenni a kemencét addig, amíg csak 2 kenyeret bocsátasz a piacra. Tehát van egy átfedés között, amikor a személyes javainkat potenciálisan felhasználhatjuk arra, hogy egy friss céget, ugye egy startupot beindítsunk. Na de később mindenképpen szükség lesz a növekedésre, és az azért van, hogy az árat tudjuk minél alacsonyabban tartani, az egység árat. Mert ugye, ha már mindenképpen befektettem a furgonba és a kemencébe, akkor utána, addig a bizonyos határig, amíg ezeknek az eszközöknek a kapacitását maximálisan ki nem használom, addig már, akkor már megérni ugye ezt a kemencét teljes kapacitáson járatni. Tehát, hogyha már mindenképpen megvettem, akkor valójában mindegy, hogy egy kenyeret sütök, vagy 10 kenyeret sütök vele egy nap, vagy éppen addig annyit, amennyit pontosan elbír a tervezési kritériumai alapján, és ugyanígy annyi kenyeret pakolhatom a furgonba, ahány belefér. És akkor az történik, hogy amikor növekedik a termékeimnek a száma, ellenben van néhány fix költség, tehát mindenképpen fog növekedni, ugye vannak ilyen változó költségeim, mert 2 kenyérhez 2-szer annyi liszt kell, tehát mindenképpen a nyersanyag alapú költségek, azok arányosan fognak növekedni az előállított termékek számával. Ellenben lesz néhány stabil, statikus költség, ami ugye nem fog változni nagyon gyorsan a darabszám növelésével. És akkor az történik, hogy valójában az egységár, a kenyérnek az egységárát, hogyha ugyanazon a mértéken tartom, mint amikor egy kenyeret adtam el, akkor mivel az előállítási költségei azok egyre inkább csökkennek, azért egyre inkább nagyobb lesz az ár is, amiből én ugye profitot tudok realizálni. Na most ugye ez oda vezet, hogy
akkor valójában nekem több lesz a potenciális, mivel több lesz a profit, ezért több lesz a potenciális a növekedésre fordítható bevételem, és akkor esetleg tudok venni egy másik kemencét, és egy még nagyobb esetleg egy jobb kemencét, amelyik hatékonyabb, esetleg kevesebb energiát használ, ezért még nagyobb lesz ez a jövőbeli termékeken ez a profit, amit tudok realizálni, és akkor ugye elindul egy ilyen ördögi kör, egy ilyen önmagát megerősítő kör, hogyha dinamikus rendszerelméletről beszélünk, és akkor az történik, hogy azok a cégek, akik elkezdenek növekedni, azoknak minél hamarabb, azoknak minden piacon van egy lépés előnye. Tehát, hogyha már valaki tényleg annyira lehozta az egységi termékre eső költségeit, hogy, mert ugye ennek a növekedési folyamatnak, ennek az economies of scale-nek, ennek azért vannak határai, tehát egy idő után már nem, egyre nehezebb lesz ugye csökkenteni az egység árat, mert minden rendszernek van ez a természetes határa. Ugye beszéltünk erről a carrying capacity-ről, erről a hordozható kapacitásról, vagy a terelhetőségi kapacitásról, az elbírálásról, és a elbírásról, és akkor az történik, hogy mivel ennek határai vannak, egy idő után akkor minden cég már nagyon-nagyon ki fogja találni annak a módját, hogy hogyan lehet ezt az egységi kenyeret a leghatékonyabban előállítani költség és energia szempontjából, és akkor vagy beáll egy olyan piac, amikor hát ugye akkor a nagy játékosok muszáj lesz az árat szabályozzák, hogy egy közösen megegyezett árrést dolgozzanak ki, vagy esetleg a kormány teszi ezt meg, vagy az történik, hogy akkor valaki egy eldugott garázsban kitalál egy teljesen új kemencét, amelyik annyival kevesebb energiát fogyaszt, hogy annyival kevesebb lesz a költsége, hogy már egy kenyér megsütése, meg már egy kenyér megsütésének esetén is esetleg az egységár az versenyképes lesz nagyobb játékosok árában. És akkor ez az economies of scale. Minél nagyobb baniban űzünk valamit, annál alacsonyabb lesz az egység ára a termékünknek, és annál nagyobb lesz a növekedési potenciálunk. És mivel érdekes, mert mivel ez a határidő, mivel ez a határérték, vagy a piacnak a mértéke, ez minden iparágazatban változik, ezért beáll egy ilyen egyensúly, hogy mekkora az a maximális hatékonysági javulás, amit el tudunk érni. Ennyi volt.